és nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Servicenet Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto ZRT, valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke, valamint Tóth Balázs, a válogatott edzője, kapitánya. Szervusztok, üdvözöllek benneteket. Szervusz. Véget ért 2015. Noha még nincs olimpiai kvótájunk a taekwondósoknak, a magyar taekwondósoknak, de ennek ellenére azért elég szépen zárult 2015, ha jól tudom, ugyanis a Magyar Olimpiai Bizottság által ugye azt az információt kaptam, hogy a taekwondó szövetség lett az év legjobban fejlődő sportszövetsége. Igaz ez a hír? Igen, kétségtelen. Az elmúlt évihez képest nagyságrendben négyszer annyi eredményességi pontot gyűjtöttünk, mint ez korábban, ahogy történt, és ezzel ebbe a megtisztelő pozícióba, vagy erre a megtisztelő jelzőre lettünk méltóak. Ez mivel jár? Most meg egyenre csak egy meleg készfogás, hátraveregetés. Annál már egy kicsit több, hál' Istennek, mert jövő évre a szakmai támogatásunk kapásból közel 8 millió forinttal emelkedik majd. Tehát azért ez anyagiakban is megmutatkozik. Milyen szerény az elnök kormány. Hát a 8 millió forintnak hogy tud örülni, más szövetségek fanyarognának. Hát igen, csak nekünk az alaptámogatásunk a korábbiakhoz képest olyan 13-15 millió forint között volt, ehhez jött egy sportágfejlesztési támogatás még. Idén pedig ez helyből 8 millióval több. Tehát azért az nem kevés a mi olvasatunkban. Igen. Igaz, hogy abban a 13-14 millióban mindig benne van az úgynevezett működési támogatás is. Ez viszont tisztán szakmai. Tehát működésre nem kapunk jövőre sem többet, de a szakmára, a versenyeztetésre, edzőtáboroztatásra, az utánpótlás képzésre, erre hál' Istennek ennyivel nagyobb. És hát persze elsősorban az olimpiai felkészülésre, illetve az olimpiai kvóta megszerzésére. Mi változott? Mi történt, hogy az év legjobban fejlődő sportszövetsége lett a taekwondo? Ehhez kellett egy VB bronzérmes fiatalember is? Hát kellett mindenféleképpen két aki aspektusból is. Egyszer kellett egy fiatal hölgy, aki idén világbajnoki bronzérmet szerzett a szövetségünknek, és kellett hozzá egy edző és egy megváltozott szakmai struktúra, a korábbiakhoz képest jelentősen megváltoztatott szakmai struktúra, hogy ezek az eredmények kijöjjenek. Ez nem ezért nem egy hetes vagy egy éves munkának az eredménye, ez az elmúlt három éves munkának a célzott, tudatos és egyre intenzívebb felkészítő munkájának az eredménye, ahova hála Istennek sikerült a klubokat is egyre jobban bekapcsolni, és ennek megfelelően a közös együttműködésnek az eredményeként sikerült ezt a nagyszerű teljesítményt az elmúlt évben produkálnunk. Csak így négy szem közt. Balázsnak sok köze van hozzá? Hát természetesen, hiszen ő a szakmai csapatnak, ha úgy tetszik, a vezetője, ő az, aki nap mint nap foglalkozik a gyerekekkel. Akkor jó úton jár? Mindenféleképpen. Uh-huh. Mindenféleképpen. Na, Balázs, jó úton jársz. Köszönöm szépen. Innentől jön a neheze.
tartani szeretnénk az eredményeket, tehát mindenképpen az a cél, hogy a felépített és kialakított strukturális utat azt tartsuk, és esetleg emeljük a eredményeket, tehát fel van adva a lecke a következő évre. A belépésed azzal, hogy ott hagytad az e-sportot, és edző lettél, kapitány lettél, miben változtattad meg a működést, a struktúrát a válogatottnál? Én azt gondolom, hogy a... Meg gondolom, voltak kéréseid, óhajaid, észrevételeid. Igen, ezt folyamatosan elnök úrral ugye átbeszéltük, hogyha volt egy meglátás, akkor ugye az volt, hogy akkor beszéljük át, írd le, átbeszéljük, volt, amelyik nem volt jó ötlet, volt, amelyiket kidolgoztuk közösen, és az látszódott, hogy a szemlélet az ugyanaz. Tehát nyilván kellettem én egy friss energia a szövetségbe. Mint válogatott. De meg is jöttek Balázsba az impulzusok. Igen, igen, óhatatlanul. Vezetőedző, aki gyakorlatilag még félig meddig ott volt, ugye, mint versenyző edző, és ugye, tehát én nem kerültem nagyon ki abból a légkörből, és az összes versenyen ott voltam, tehát jöttek külföldről is az impulzusok, a információk, és ezeket elkezdtük alkalmazni a válogatottnál. Nem csak a budapesti, hanem a nem budapesti edzőkkel is együtt elkezdtünk működni, onnan is elkezdtek jönni a sportolók. Kialakítottuk azt, hogy éves lebontásban milyen legyen a versenyeztetés, hogy hogyan építsük fel, melyik versenyekre menjünk. Ezzel általában betettünk egy mini edzőtábort, ami esetleg, hogyha valakinek nincs meg az edzés mennyiség, akkor a verseny előtti hétvégén 6 edzéssel föl tudjuk odahozni, hogy akkor a versenyen viszonylag jó formában legyen, úgyhogy egy elég hosszú úton vagyunk túl, és igen, még most sem majd az ehhez. Edzőnek tartod már magad? Vagy még versenyzőnek inkább? Mennyit fejlődtél az most már az edzőkkel versenyzem. Tehát ez is egyfajta versenyzés, de ez már egy másik szintű versenyzés. Most már teljesen edzői fejjel tudsz most már gondolkodni? Abszolút. Nincs mese. Úgy kell, hogy gondolkodjon, mert... Jó, csak tudod, a váltás nem egyszerű. Nem egyszerű. Az első év az ilyen is volt még, tehát akkor egy versenyző-edzői státuszban próbálta még Balázs a dolgokat kezelni. Aztán belátta, hogy a kettő együtt magas szinten szinte kivitelezhetetlen, és ő saját maga döntött úgy, hogy akkor az edzősködésre helyezi a hangsúlyt. Úgyhogy hát persze azért hozzá kell tenni, hogy a TF meglehetősen komoly hátteret, szakmai hátteret biztosít nála is ehhez. Ráadásul a versenyzői tapasztalata, a múltja, az eredményei, azok mind-mind predesztinálták arra, hogy ebbe a pozícióba ő kapjon egy lehetőséget, és hát látjuk, élt ezzel a lehetőséggel. Jó, hát nem mindegyik adott sportág, nem vannak eredményesek, de edzőnek nem alkalmasak, hiszen az egy külön agy kell. Igen, ez kétségtelen. Alkat. Nem szükségszerű, hogy egy eredményes versenyzőből jó edző legyen, de nem zárja ki egyik a Most másikat. Most itt jó párosítás. Ez egy szerencsés párosítás volt, és hál' Istennek bejött. Juniorok ugye volt az Európa-bajnokság. Igen. Minden idők ugye legjobb eredményét hozták a magyar tekvandósok. Könnyebb a fiatalokkal foglalkozni, vagy csak azért, mert ugye a felnőtteket, akiket kaptál, akik együtt voltál, ezek már egy kész kapott állomány volt, és ezekkel már nehezebb eredményt elérni, mint a fiatalokkal. Én úgy látom ennek a kérdésnek a megválaszolását, hogy tehát egyrészt nagyon kevés felnőtt versenyzőnk van. Tehát sokkal kevesebb a bázis, mint a junioroknál. Illetve ami nagyon fontos, hogy a juniorok már bele születtek az elektronikus versenyzésbe. Tehát ők már, őnekik nem kellett váltani. Tehát volt 4 vagy 5 rendszer, ami még most is 2 aktív, de volt 4 vagy 5 rendszer, amit próbálgatott ugye a világ és a Európai Szövetség, hogy melyik lehet majd jó az olimpiára, és most van 2, ami azért nagyjából kisebb hibákat tekintve azért működőképes, de igen, a legfontosabb, hogy ők azért egy picit ebbe beleszülettek, és a lányoknál egy picit más a játék, mint a fiúknál. Tehát nagyon sok minden hasonló, illetve hát fontos azért, hogy a versenyzők megtanulták a
nem csak a technikát és a taktikát, hanem az alkalmazást. És ez a legfontosabb, hogy tudják, hogy most már hogy nem kell mondani azt, hogy oké, most menjen a bemelegítés, a levezetés a mérkőzés után, az étkezés. Persze még kell jelezni, de már tudják, már egy tekintetből tudják, hogy mire gondolok mérkőzésre. De korábban ezeket nem voltak igények, nem merültek? De hát voltak ezek mindig is, és de például az ifjúsági szinten nem tudtunk ilyen módon koncentráltan készülni. Be kell vallani azt is, hogy azért nagy változás a korábbiakhoz képest, hogy a Balázs kvázi főállásban válogatott edző lehet. Tehát ha szerényen is, de a szövetség tudott neki egy olyan fizetést biztosítani, amivel el tudta ezt így látni, vállalni. A korábbiakban erre nem volt lehetőségünk. Egyszer. Másszor pedig, mondom, egy kicsit a struktúrát átalakítottuk, tehát én sokkal intenzívebben benne vagyok a mindennapi felkészülésben, tehát a Balázzsal gyakorlatilag nincs olyan nap szinte, hogy ne egyeztetnénk valamilyen szakmai vagy éppen szervezeti kérdésben. Tehát egy olyan együttműködés épült ki kettőnk között, ami azt gondolom, hogy mindkettőnk számára, és hát leginkább a szövetség számára feltétlenül hasznos, mert az eredmények ezt mutatják. És hát reméljük, hogy ez jövőre valóban olimpiai kvóta tekintetében is megmutatkozik. Két olyan képességű versenyzőnk van, aki közül mind a kettőnek ott a helye az egyik olimpia. Egyik a Kocsis Edina, a másik a Gonda Ivett. Úgyhogy hát Edinát jobban látjuk, mert nap mint nap velünk dolgozik. Ivetről is vannak híreink, de ő ugye Kanadában él, ott készül. Természetesen egyeztetjük a felkészülésének a fontosabb szempontjait, tehát a napi munkájába úgy nem látunk bele. Edinánál pontosan végigkísérjük. Láttuk, hogy az év első felében milyen remekül teljesített, azt is látnunk kellett, hogy az év második felében volt egy törés. Ennek megfelelően átalakítottuk menet közben a programját, a versenyeztetést visszavettük, helyette speciális edzésekkel készül, és persze megpróbálunk esetenként versenyszerű körülményeket teremteni neki. Pont most a hétvégén lesz egy ilyen, amikor Szerbiából jön át egy világklasszis olimpikon versenyző, és ő lesz a partnere majd az Edinának. Abban... Ez edzés lesz? Ez verseny jellegű edzés lesz, de mérkőzéseket vív majd Edina. Gyakorlatilag végig fut egy teljes napi etapon, tehát reggel kezdjük, akkor mint egy selejtezőbe, utána egy... Hány ellenfele lesz? Öt ellenfélbe gondolkodunk, ebből háromszor mérkőzik a szerb lányjal, és kétszer pedig hazai fiatal versenyző, akár fiút is. Valószínűleg az egyik az fiú lesz, és akkor még egy lányt be teszünk mellé. Hány százalék esélyt adsz, hogy Edinának sikerül kijutni az olimpiára? Ezt most komolyan kérdezett tőlem? Nem százalékban gondolkodom, hanem én abban gondolkodom, hogy mind a két lány tudja azt, hogy mi az, amit használni kell, és hogyha minden ellenfél ellen az adott 5-10 másodpercben ő előre tudja azt, hogy melyik állásból, melyik szituációban, mit és hogyan kell alkalmazni, hogy pontot hajtson végre, akkor meg tudják csinálni. Tehát ez erről szól. Mi kell akkor ehhez, hogy kijussanak? Hány versenyen kell indulni? Egy verseny, egy kvalifikációs verseny van. Már csak egy van? Hát eleve nem úgy volt, hogy korábban volt egy világkvalifikáció és egy kontinens kvalifikáció. Most a világkvalifikációt kiváltotta egy kicsit, mondjuk azt igazságosabb rendszer, hogy a különböző úgynevezett világranglista pontszerző versenyeken, aki jobb eredményt ér el, annyi pontot gyűjt, és aki december 31-én lezáródó naptári évben idén az első hatban van az olimpiai súlycsoportokban, azok automatikusan kvótát szereznek Rióra. A többieknek pedig Európa, Ázsia, Afrika és Amerika, ők az első kettőt juttathatják ki, akik a kvalifikációs versenyen a döntőbe kerülnek, tulajdonképpen azok szereznek kvótát,
illetve Oceániából pedig csak az első helyezett jut ki. Hát nem lesz egyszerű, mert Európa a legerősebb, de szerencsére ez megmutatkozik a világranglistás helyekben is. Tehát egy-két jó európai már a világranglistáról felkerült. Igen, 3-4 európai kint van már a, pont az ő súlycsoportjukban, a legnehezebbek, ha bár már őket is megverte Edina, szinte kivétel nélkül például, de Ivett is. Mikor lesz akkor ez a mindent eldöntő verseny? Ez január 16 és 17-én Isztambulban. Akkor ez most lesz? Ez most egy hónap múlva. Pont egy hónap múlva. Nuha. Hónap múlva ilyenkor már lehet, hogy ünnepelhetünk. És megy a Gonda is, ugye? Gonda Ivett. Ivett is jön, igen, természetesen. Ő mikor csatlakozik a magyar stábhoz? Jelen pillanatban két lehetőség van, hogy előtte a felkészülés utolsó időszakára csatlakozik ide hozzánk, és innen Budapestről együtt utazunk, de nincs kizárva, hogy az átállási nehézségek kiküszöbölése miatt a másik alternatíva, hogy a verseny előtt egy-két nappal érkezik csak, és úgy ott találkozunk vele, és úgy próbálja meg kivívni az olimpiai kijutást. Akkor neked végül csak a Edina van. Ebben a felállásban most ilyen szinten igen, ráadásul úgy, hogy az Ivett mögött a férje és a edzője fog ülni. Tehát mert egy napon vannak Edina és Ivett, tehát odaér mind a két versenyző, akkor lehet, hogy amúgy is nehéz lenne nekem, de akkor így azt csináljuk, hogy 100%-os koncentráció az egyik edző az egyik versenyzőre, és a másik edző a másik versenyzőre. Ebben látjuk a eredményességnek a helyzetét. Egy más kocsis Edina fog majd januárban Törökországban küzdőtérre lépni? Változtattatok valamit a... Sok mindent. Igen? Sok mindent változtattunk. Egyrészt elkezdett egy teljesen új edzésprogramot, egy háromdimenziós vertikális edzésprogramot, ami nagyon sok pluszt és új lehetőséget rejt magában. Illetve összeraktunk neki egy olyan felkészülési tervet, ami szerintem meg kell, hogy hozza a gyümölcsét. Tehát ugye persze tudni kell, hogy tehát egy nap, azon a napon kell jót teljesíteni, tehát súlycsoportos, küzdősportágakban ezt tudjuk, hogy működik. Edina már mindenkit megvert ezek közül, az ellenfelek közül, akik itt a súlycsoportjában vannak. Na, akkor az egy olyan kapaszkodó, amivel igen, harmadjára fut építeni. Neki. Igen, elszánt. Pszichésen is, mentálisan is ez egy olyan plusz neki, azt gondolom, hogy mindenképpen megvan az. Tehát a nincs mumus magyarul. Nincs, csak önmaga lehet. Csak önmaga, de ő már tehát túl tud lépni ezen az árnyékon. Tehát többször szuper. Nem sikerült neki, és gyakorlatilag azt azért ugye elmondanám, hogy amikor én befejeztem, hazajöttünk a legutóbbi selejtezőről, ahol még ugye én is indultam, és nem jutottam ki később, aki legyőzött olimpiai bajnok lett az olasz. Ugye gratuláltam neki többször is, és én... Tehát nagyon sok eredmény született az elmúlt 3 évben, tehát akár a világranglista versenyekről több mint 60 érmet nyertek a felnőtt junior versenyzők, ugye több EB, VB, junioroknál Európa bajnokok, csapatban a plusz bronzéremmel ugye harmadik helyre került a magyar válogatott, szóval összetettben ötödik lett, nem volt soha. Felnőtt fiú összetett első 10-ben magyar válogatott még nem tudott bekerülni világversenyre. És ezek gyönyörű eredmények és fantasztikusak, amit erről a szintről kell nézni, hogy ez mind-mind egy nagyon-nagyon jó, pozitív megerősítés és egy jó jel ahhoz, hogy amiért én elkezdtem ezt az egészet, hogy az olimpiára kijutni. Ugye nekem se sikerül sportolóként, és az volt a koncepció, hogy akkor talán így. És azt látom az Edinán is, és az Ivetten is, hogy úgy állnak azért a dolgok, akkor hogy ez maximálisan jó. Akkor ebben te is beleadsz, abba, hogy tanít, hogy szokás mondani, hiszen... Maximálisan, tehát 150, ha már 160... nem is úgy, akkor így te ki akarsz jutni az olimpiára, tehát ez is ott van ez tehát a 150, nagy hiány. 60 napot vagyok nem Magyarországon, vagy edzőtáborban, vagy versenyen a sportolókkal, tehát én is beleteszem, ugyanúgy, ahogy ezt elvárom tőlük, és úgy látom, hogy ez teljesen kölcsönös, úgyhogy bátran futunk neki itt a selejtezőnek. Edina körül minden rendben van, nincs semmi gondja, baja, problémája, hát ami van a szövetség, azt van. Kicsit beteg volt. Kicsit náthás volt. De hát erről nem tehettek. Nem, de úgy egyébként igyekszünk minden feltételt biztosítani neki, és reméljük, hogy tényleg meg lesz az eredménye. Azt gondolom, hogy itt az ideje,
hogy végre ismét legyen versenyzőnk az olimpián, és ha már ott vagyunk, akkor reméljük, hogy ezt még megsikerül majd egy újabb ponttal fejelni, azaz akár dobogóra. Tehát az érmet tűzük ki célul, de egyelőre igen, jussunk el addig, és akkor az egy következő felkészülés. Igen, az az egész következő 4 évre olimpiai ciklusra óriási lökést adhat a sportágnak. Tehát most azon túl, hogy remélhetőleg anyagilag is akkor egy kicsit nyugodtabb periódus lenne. Akkor meg tudjátok tartani ezeket a fiatal junior versenyzőket? Pontosan, is felépíteni őket Tokióra. Őket felépíteni Tokióra, és a mögöttük levőket pedig szintén felépíteni oda, hogy ők is aztán 24-re, adja Isten Budapesten, képviselhessék majd a sportágokat. Meg a klubokba bevonzani a gyerekeket. Igen, mert tehát az is nagyon a legfontosabb, fontos, hiszen a tömegbázisból kerülhetnek ki, és egy ilyen eredmény azért az rögtön megdobja a média érdeklődést, a média nyilvánosságot. Azért tudjuk, hogy a magyar nemzet az olimpiacentrikus, tehát aki ott van és rivalda fénybe kerül egy jó szerepléssel, annak a sportága is tud ebből profitálni. És hát én nagyon bízom abban, hogy a sportágunk is fog ebből profitálni. Igen, legfontosabb. Akkor te is most ilyen nap ezzel a januári tornával vagy, gondolom. Abszolút. Befoglalva. De nem stresszesen. Már az összes lehetséges versenyzőt, vagy ez még későbbre várat magára? Mindegyiket ismerjük. Most az lesz még egy külön játék, hogy melyik ország melyik súlycsoportokban indít. Mert ugye, aki kijutott a világselejtezőről, és mondjuk a franciáknál kijutott kettő, vagy akár ott három is kijuthatott, tehát franciával nem kell számolnunk például. A törököknél megnézzük, mert ott egy jutott ki, meg kell nézni, hogy a négy súlyból hol indítják el azt az egyet. Uh-huh. Tehát amikor megvan a nevezés, akkor fog kiderülni, hogy a világranglista pontok alapján valószínűleg négy kiemelt lesz, és onnantól lehet egy picit kalkulálni, de az utolsókig változhat minden, de az összes ellenfelet ismerjük. Pontosan. Edinának milyen lesz a karácsonya, szilvesztere így? Ezt tőle kell megkérdezni, 3 napot kap mennyire, karácsonykor. Azt akartam igazából erre utalni, mennyire szigorítottátok meg ilyenkor most a 3+2 nap, tehát karácsony és a szilveszteri történet, ez 3-2 nap. 3 nap és 2 nap. Igazán. Ami elég, edzés nélküli. Igen. Elég tudatos versenyző Edina, pontosan tudja, hogy mire van szüksége. Természetesen, ha szükséges, akkor tanáccsal, készséggel állunk mi is, és akár a sportkórház oda vonatkozó szakemberei rendelkezésére, de hát jó pár éve ott van már a nemzetközi élvonalban, pontosan tudja, hogy kell táplálkoznia, hogy kell pihennie ahhoz, hogy optimális állapotban kerüljön. Van valami speciális olyan kiegészítő, ami lehet, és próbáljátok beszerezni és adni, hiszen több nemzetközi külföldi versenyző is ugye ezekkel a szerekkel próbálkozik, hogy minél jobb minőségű táplálék kiegészítőket. Igazán az Olimpiai Bizottság biztosít a SkyTech révén bizonyos táplálék kiegészítőket neki, amelyikből volt, ami jó volt, volt, ami nem volt igazán hasznos, azt le is mondta, helyette más valamire kért, aztán más valamit kért. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez a téren is a legjobb, de nem ez fogja, azt hiszem, bármilyen formában is befolyásra. Igen, csak hát minden számít, minden kicsi számít. Igen. De akkor itt is, nem minden téren, akkor amit lehet, akkor... Én úgy gondolom. Igen, hát a Magyar Olimpiai Bizottság ebből a szempontból nagyon-nagyon jó és szerencsés támogatást tudott biztosítani ezeknek a kiemelt versenyzőknek, akiknek jó esélyük van egy olimpiai kvótára. Hát akkor edzésterv megvan, minden megvan. Meddig fog, mikor lesz a kiengedni, egy kis lazítás lesz olyan, vagy végig keményen? Hát lesz ez keményen. A 3+2 nap, ugye, amikor nem találkozunk, illetve január 4-e, 5-e körül megyünk edzőtáborba. Ott még az első pár napot úgy erősen fogom tartani, és akkor az utolsó egy hét az egy picit lazább lesz, és akkor az utolsó 2-3 nap az olyan pihenős, és akkor megérkezünk. Küzdősportokba felé Magyarországon az aktuális kérdés. Tudtok megfelelő szintű edzőpartnert biztosítani Edina számára? Tudunk. Általában Edina velem edz, tehát, de nem küzdelmi jelleggel, illetve ugye az Újpestben, és gyakorlatilag azok a sportolók, akik most eredményt értek el az utánpótlásban, illetve a felnőtteknél,
esetleg nem jutnak olyan szintre, de edzőpartnerek megfelelő, de például a Szerbiából ezért is kezdeményeztük ezt, hogy a szerb olimpikont, a Draganát elhívjuk, mert most láttuk szükségét annak, hogy inkább ne egy versenyre vigyük el, ahol most ezt gondoltuk a legoptimálisabb, legjobb lehetőségnek, és hogy ne is az, hogy ő utazzon ki, hanem inkább ide hívni egy olyat, akivel jóban is van, színvonala is jó, és akkor és akkor ebből még egy időben hónap, le tudjátok mérni, hogy hol tart, alatt, és akkor mind kell esetleg módosítani. Még van egy hónapunk ahhoz, hogy mindent. Igen. Így van, és ráadásul folyamatosan vizsgálják Edinát, tehát egy ilyen alapos tesztnek van kitéve időről időre, terhelésdiagnosztikai tesznek, és az összes ott kapott információ az segíti azt, hogy minden területen az optimális tréninget, terhelést és bármiféle szükségletet megkapjon. Sajnos időnk lejárt, ugye úgy kezdtük, hogy jól zárult ez az év, és akkor bízunk benne, hogy jól is fog folytatódni 2016 Magyar Tekvandó Szövetség számára. Nagyon bízunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. További sportosat.